A kistérségi Szent Johanna, Pankotai Lili, sikeresen elárulta, kinek szólnak, mielőtt tüntetést szerveznének. Már nyomozni sem kell, ők maguk vallják be. Előre szólok, izgi lesz. Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban volt idő, amikor egy oknyomozó riport összeállításához, egy ügynök, egy provokátor lebuktatásához komoly kutató munkára volt szükség. De minimum arra, hogy kapja egy fülest valamelyik beépült informátorottól, aki látta, mint egy romkocsma pincéjében a megbízó éppen eligazítást tart. Na, ma már erre sincs szükség, mivel az internet korában sokkal gördülékenyebben áramlik az információ. Lószart! Ma már annyira felhígult ez az ügynök szakma, hogy minden jöttmentet bevesznek, ha pedig elbukik, hát akkor a jutalma. Egy szatyor száraz tészta. Ma már azért nincs szükség komoly erőfeszítésekre, mert hát az ügynökök magukat buktatják le. Hogy azért, mert alkalmatlanok, vagy pedig azért, mert totál hülyének néznek minket, azt nem tudjuk, de manapság már csak azzal tehetnék egyértelműbbé ügynöki mi voltukat, ha a homlokukra írnák. Mondjuk egy időben próbálkoztak a kiírásokkal, de a sokadik sikertelen kísérlet után inkább feladták. Évek óta pofázzuk, hogy a soros hálózat miként tevékenykedik Magyarországon, nem titok, hogy álcivilek koordinálják a tüntetőket, viszont sokan az Orbán fóbiától megvakulva ezt egyszerűen nem akarják észrevenni. Hát olyan furcsa ebben az ország, hogy már kezdünk tényleg megbolondulni, hogy vagy azért gondolunk valamit, mert Orbán Viktor mondta, vagy azért gondoljuk az ellenkezőjét, mert ő mondta. Mély lélegzet? Jó, legyen. Szkeptikusak. Oké. Megmutattuk nekik, hogy számtalan álcivil szervezet fő támogatója, szó szerint Soros György, vagy az egyik alapítványa. Még a Telex is megírta, de nem? Ez sem elég. Így sem hiszik el. Fordítsuk magyarra a Telexet azok kedvéért, akik nem beszélnek CIA-ül. Soros nem támogat senkit, de negatívan érinti a civil szervezeteket a pénzének a hiánya. Világos, tiszta sor, de ez még mindig nem bizonyít semmit. Soros csak a magyar kormány találta ki, hogy riogassa vele a nyugdíjasokat. Ő csak egy kedves, idős úr, aki jobbá szeretné tenni a hazáját. Majd jön Gulyás Marci, és kimondja a szájával a nyilvánvalót. Kaptunk pénzt a National Endowment for Democracy-től. Tehát igen, végsősorban valószínűleg ott van a sornak a végén Soros György. Nem, ez sem elég. Kontextusból kiragadott részlet. Meg kell nézni a teljes interjút. Nem is azt mondta, vagy mégis azt mondta, de nem úgy gondolta, vagy úgy gondolta, de másra gondolt. Aki akkor arról beszélt, hogy nyitni kellene, azok valóban nem a nyitást szorgalmazták. Bár tudnám, hogy mi van olyankor, amikor a maga az Open Society, azaz a Nyílt Társadalom Alapítvány maga teszi közé, hogy kiket támogat. Mert itt van, ezt ők rakták ki, nem mi. Sőt, ezek az adatok bárki számára elérhetőek. Nem titkos, ott van az orrunk előtt, csak sokan nem akarják látni a szelektívan alkalmazott kritikus gondolkodásuk miatt. Na és akkor most jön a habatortán. Összenő, ami összetartozik. Elmondtuk mi is. Elmondta a Soros Alapítvány, elmondta a Soros egyik tábornoka, de még Soros sajtója is megírta, hogy fáj nekik a támogatás hiánya. És akkor jön a kirakós utolsó darabja, a pécsi zsandark. Akárhányszor tüntetés, vagy bármilyen megmozdulás történik, akkor mindig a TASZ az, akit felhívunk. Na most erre mit mondja? Tehát ez nem egy kiszivárgott felvétel, nem valami titkos anyag, ami 84 floppy lemezen került el a szerkesztőségünkhöz. Ez a videó ott virít a TASZ YouTube csatornáján, amit mondjuk a kutya sem néz. Konkrétan ezzel reklámozzák magukat. Pankotai Lilivel, aki nem tud három összefüggő mondatot kimondani anélkül, hogy ne lenne benne legalább két kemény ellentmondás. Tehát elvileg veszélyes vagyok a társadalomra, de nem jó gyerekekbe kötöttek bele szerintem. De nem jó gyerekekbe kötöttek bele szerintem. De tudod, Pankotai Lili valóban a magyar Greta Thunberg. Gyakorlati haszna nulla, de jól mutat a posztereken. Van egy gyerek, akit pajsként tolhatnak maguk előtt, és akivel elhitetik, hogy közben ő a lándzsa hegye, egy kard, sőt, ő lehet a magyar Nakano Takeko, ha elég hangosan üvölti, hogy egy mocskos Fidesz. Meg persze van kivel pénzt kunyeráltatni a különböző soros szervezetek számára, akiket amúgy csak milliárdokkal tömött ki Gyuri bácsi. Jelenleg 4 eljárásban segít a TASZ. Ez azért egy egyszerű kérdés amúgy bizonyos szempontból, hogy miért tudom teljes válszélességgel azt mondani, hogy az emberek támogassák a TASZ, mert nem állnék én sem a itt. És milyen igaz? Lili valóban nem állna ma ott a sorosféle akciócsoportok nélkül. Nélkülük és a hergelésük nélkül egy boldog kislány lehetne, akit nem használnak ki az ilyen arctalan szervezetek a saját politikai céljaik érdekében. Ebár a fene tudja. Tehát Lili szüleinek a közösségi médiás szereplését elnézve,
Hát nem biztos, hogy a magyarországi baloldal radikalizálta a szegény kislányt. Az sem kizárt, hogy hát nem tudom, otthonról hozta. Igen és nem. Mármint igen, ez gyűlöletkeltés, és nem, a Facebook nem tiltotta le. Sőt, szerintem még előrébb is sorolták a posztok között. Hát ez egy ilyen szakma. És tudod, mi a legszomorúbb? Hogy van egy réteg, akik még akkor sem hinnék ezt el, ha maga Soros György vallaná be, hogy miként működik a hálózata. Ja, de várj, hiszen már megtette, de a híveket ez nem érdekli. Ha téged viszont érdekel, mert téged érdekel, akkor nézd meg az itt megjelent videót, mert ebben azért minden benne van. A feliratkozást pedig ne felejtsétek el. Na csá!